A párcium egyik leghíresebb szilva pálinkája köztudottan a Szilágyságból származik. A Zilaktól mintegy 50 kilométerre található Kárháztelken például szinte minden háznál találunk kisüsti pálinka főzőberendezést. Az erjesztett veres szilva lepárlásának több generációs hagyománya van a vidéken. Erő, egészség, így köszöntik egymást azok, akik jó szilágysági pálinkát tartanak a kezükben. Nagy Imre kárászteleki udvarába lépve a szokás úgy kívánja, hogy az odaérkezőnek töltsenek egy pohárkával. A késő őszi napok többnyire a pálinka főzéssel telnek. Mostanra kifort a cefre, amelyet egy saját tervezésű vezetéken átjuttatnak a rézüstbe. Azért kell letenni, hogy a szesz ne párologjon ki. A háziasszony közben jó alaposan bekeni lisztből, korpából és vízből készült masszával, úgynevezett csilizzel az üst fedelét, aztán kezdődhet a főzés. Na és aztán vele lezárjuk a külvilágtól. A pálinka főzéshez nem csak jó rézüst, hanem jó tűz is kell. Folyamatos jelenlétet is igényel, de közben jut idő a beszélgetésre is. Hát a pálinka főzéssel úgy kerültem kapcsolatba, mint a gyerek a 10 parancsolattal. Ez annyit jelent, hogy bár a múlt rendszerben tilos volt, mégis kikerült a háztáji szükséglet. A nagy család tagjai ma már hivatalosan bejegyzett művelői a párlatkészítésnek, amelyet részben elődeiktől tanultak meg, de sok mindent maguk tapasztaltak ki. Tehát tessenek figyelni, hogy ég a fok, a pálinka fokja. A gyöngyéről állapítom meg, hogy mikor 51 fokos. És akkor, mikor azt összehoztam a gyöngyével azt az 51 fokot, beleteszem azt a fokolót. A mérőeszközt csak a rendkedvéért használja, hiszen több tíz éves tapasztalat után már az edény szélére guruló buborékokból, azaz gyöngyökből meg tudja állapítani, hogy a párlat elérte a végső iható állapotát. És ilyen szép gyöngye marad, kint a szélére. Két lépésben történik a pálinka főzés. Először a nagyolóüstben párolog és csapódik ki az alkohol, akkor még csak 30 fokos, majd a tisztálás során lesz igazán fényes és sima a pálinka. Én büszke vagyok rá, hogy ezt kárásztelki pálinka, mert ezt bárki, akárhova megyek, tud róla, hogy milyen pálinka, és sehol még szégyen nem voltam vele. Nem csak a jó bornak, a jó pálinkának sem kell cégér. Ráadásul ehhez a minőséghez a palackozott, felcímkézett áruval szemben jóval olcsóbban juthatnak hozzá a vásárlók. Hiába csinálok tiszta szilva pálinkát, 51 fokost, olyan sima, hogy a doktor sem lel benne hibát. Aki csinál egy kis keveréket, ezt az ár beszél, és akkor ő tudja olcsóbban adni. Azonnal elviszi a piacot. Ez sajnos nekünk egy kicsit hátrányunkra van, de én azért nem panaszkodok. Mert aki én nálam megkóstolta, egyszer vitt belőle csupán egy családi mulatságra egy litert, az már én hozzám visszajön. Ez a minőség jóval többet érne. A kistermelőktől viszont általában 20 leért, azaz körülbelül 4,5 euróért vásárolják fel literét. A hatékonyabb értékesítésre még nem találtak megoldást a községben. Manapság is egy egyszerű falusi embernek nagyon nehéz ezt teljesen legálisan piacra dobnia, ezt az itt megtermelt pálinkát. Legnagyobb részét háztól elviszik. A nagymúltú szilágysági szilva pálinka ismertségének növelésére vannak már ötletek. A legendás jelzőt például egy kolozsvári egyetemista csoport, köztük a kárászteleki polgármester fia találta ki egy csapatépítő program során. Vittem egy kis kóstolót az itthoni pálinkából, és olyannyira nagy sikere volt, hogy kitaláltuk, hogy tulajdonképpen legendás hétvége volt, és ez mi miatt volt egy ugye a legendás pálinka. Miatt innen jött az ötlet, hogy aztán később csináljam a közösségi oldalt.
Egyelőre nem hivatalos néven, legendás pálinkaként terjedt el az egyetemista köztudatban a szilágysági nemes párlat. A fiatal webalkalmazás fejlesztő azonban nem tartja kizártnak, hogy egy napon ezek a prototípusnak megtervezett címkék valódi védjegyként kerüljenek a szilágysági pálinkára.